Sziasztok, Kisprömik Ádám vagyok. Hát nagyon sok felé dolgoztam már, főleg kereskedelmi televíziókban. Ide nem kellenek jelmezek nyilván, itt inkább visszafogott ruhák kellenek, diszkrétek, az emelkedettséget hangsúlyozó, visszafogott ruhákról beszélhetünk itt igazából. Mivel gyerekekről van szó, nagyon fontos, hogy minimális minket kapjanak. Éppen csak a bőrhibákat fogjuk el palástolni. Van még két segítségem, és amilyen nagyon fontos, hogy gyerekeknél tényleg csak a bőrhibákat palástoljuk, egy pici pírt teszünk rá, de konkrétan, hogy gyönyörűek legyenek, illetve kamera képesek. Az Edith-en nagyon könnyű dolgom van, mert igazából amiket javasoltam, elmondtam neki, hogy miért gondolom azokat a ruhákat, azokban egyetértettünk. Tehát itt visszafogottság, de azért az elegancia szintén megjelenik. Jelen van az ősznek különböző színeit láthatjuk megjelenni a ruháin. És hát természetesen ez még egy casting adás, amit most forgatunk, tehát még nem kell túl alkalminak lennie. Természetesen majd építkezünk így adásról adásra, hogy eljön a középdöntő, a döntő és a gála majd. Alig várjuk már, hogy jöjjön a későbbiekbe az elegáns ruha, mert ahhoz már egy picit csillogósabb, egy picit elegánsabb. Pici műszempilla, és a többi, és a többi. Ti vagytok azok, akik talán az utolsó pillanatban találkoznak a versenyzőkkel, mielőtt színpadra lépnek. Úgyhogy gondolom a legnehezebb szakasz van, hiszen csupa izgalomban lévő fiatalt kell sminkelni, hogy közben te játszol egy pszichológus szerepet, vagy van erre szükség, hogy a gyerekeket megnyugtasd, és meg tudod ezt csinálni? Mindenképp. Ugye olyan sminkeseket választottam, akik ebben azért nagyon jók, tehát nem csak az a feladat, hogy szépen sminkeljünk, hanem azért átérezzük az ő izgalmukat. Pont most volt egy olyan, amiről visszarohantam, mert annyira izgalomba volt a fiatalember, az egyik énekes fiú, hogy mire átért innét a 10 méterre levő stúdióba, addigra átnedvesedett. Tehát konkrétan úgy engedtük föl a színpadra, itt volt a pufni a fején, és most mehet. És mivel a végére elért, addigra pont átjött mindenféle izgalom, hát az a szépsége a dolognak. Rögtön látjuk a kis rezgéseket, rögtön, hát ezért kell kommunikálni, ezért kell beszélni, ezért kell feloldani őket, mert mindenki máshogy reagál. De a kis lángrózsákat, azért azt látjuk, hiába teszünk alapozást, azért csak kiüt a lángrózsa, ami kell egy kis természetes izgalom mindenkinek. Aki már színpadon jár valaha, ő egyből tudja, hogy ez a profizmus. Tehát igenis be kell menni a sminkbe, és inkább azt mondom, hogy ránk bízzák magukat. Sőt, volt olyan nagylány már, mert azért ott a nagylányoknál van az, hogy még többet szerettek volna, és nem biztos, hogy kapott, sőt, mi nem engedtük, mert a válogatásnál az a koncepció, hogy nem kapnak erős sminkeket. Hát ott egy picit vissza kellett vennie. Hangerőből a vadhajtásokból? Hát bizonyára egy divát mindig nehezebb, mint az utca emberét, mert hogy nyilván egy divának már határozott elképzelései vannak, tudja, hogy mi áll neki jól, természetesen ugye napról napra jelmezekbe bújik, tehát így ez már számára egy megszokott közeg. És természetesen valahol egyébként találkoztak az elképzeléseink, mert például az Erika az volt, amit először közölt nekem, hogy élénk színeket szeretne, amivel én egyet is értek. Tehát ebben a letisztult díszletben, ebben a letisztult világban tényleg a színek, amik fontosak, tehát a színek meg kell, hogy jelenjenek, valamint az Erikának is nagyon jól állnak, hiszen egy kreol bőrű hölgyről beszélünk, tehát azok abszolút illeszkednek az ő megjelenéséhez. Ami nagyon fontos, hogy milyen fényeket kapnak. Itt konkrétan picit matta világítás, ami azt jelenti, hogy bent a reflektorok fényében mindenkinek sokkal fényesebb az arca. Tehát futunk, szaladunk, hogy lemattítsuk az arcot. Nagyon fontos például, megkérdezik, hogy milyen hangszere játszak. Aki zongorázik, nagyon fontos, hogy a kézfején ne legyen bármiféle pirosodás vagy elesedés. Hát, tehát akkor azt is nézitek. Nézzük. Hogy például egy fúvós hangszere játszó, milyen rúst tud kapni. Nem kap semmit, sőt a száj körüli részeket sem fogjuk befesteni. Tehát nagyon-nagyon fontos, hogy a lányoknak tényleg ki kell kérdezni, hogy egyébként milyen hangszeren játszanak. Aki énekel, annak konkrétan például nagyon szép szájat kell festeni, mert az sem mindegy, hogy
belül van-e rúzs, közben leénekelte, és a többi, és a többi. Ők mindannyian konzervatív, visszafogott, tanöltözködő személyiségek. Gyertek, látjuk a csillogást? Segítsetek, megjött a zsűri, és folytatjuk a zsűri a magyarokat. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönjük.